Tegnap volt egy nagyon édes esetem. Na képzelem. Na, egy nagyon kedves úr belém jött. De mivel? Kocsival. De autóval, azaz nem. Az nem de a te autódba? Ezen ne nevessük azért. De, olyan halál udvarjas. Akkor jó, köszönöm. Halál udvarjas volt, elővette a betétlapot, gyönyörűen kitöltötte. Halál új ember volt, mosolyogva, szétment a hátsó ajtóm, belém tolatott. De olyan udvarjas volt, és olyan kedves, és intézett mindent, tehát az összes adatomat csak be kell diktálnom, míg a szemüveget nem kellett elővetnem, és a végén elegánsan bemutatkozott, engedje meg, hogy bemutatkozzak, én a Zsütinek vagyok a fia. Kettő van neki. A Gém Zoltán úgy hívják. Igen, és Gém mondtam neki, Zoltán. Hogy az öcsét jól ismerem, az öcsével lógtam be. Gédéres György, aki kitűnő szövegíró. És az öcsével lógtam be, mikor a Katalin Sejk asztalához ültem. Ővele ültem Katalin a Katalin Sejk. És ennek Párizsba... örömére belement hátul a kocsival. Ilyen... Párizsba... Tudom, az ő öcsével ültem a Katalin Sejk fiához, ahol pillanatok alatt kiderült, hogy nem vagyok arab, és kidobtak a... Igen. Honnan? Honnan derült ki, hogy nem vagy arab? Ilyen. Nem tudom, valahogy inkább zsidónak gondolták. Hogy miért? Nem lehet tudni. Várjál. Hát tele volt a zsebe kajá. Nem esélyem el? Nem esélyem el? De, most hát nem tudnék elaludni enélkül. Csak most kezdődött el. Most kezdődik a történet. Csak... Várjál, Teddy, várjál, hozzunk egy kényelmesebb fotelt az át. Mert te nem szereted a véletlent. És kérlek szépen, 1969-ben... Húha, ez hosszú lesz. Ma este Teddy apó mesél nektek, gyereke. Amikor én egy éves voltam... Jani, lassan kezdjünk el pakolni. Nem, engem érdekel. Pár napos volt a jogosítványom, és pár napja dolgoztam. És a Földvári Motelnek az igazgatóját föl kellett a Moszkvicsal hoznom Pestre. És halál ideges voltam, hogy kell vezetni, és megérkeztem vele, a Markó utcánál leparkoltam. És azonnal kiügettem kélek szépen a körültre, mert akkor futott a Pilvax a Prezde Statwinbe. Mondom, hogy pakoljunk! Igen, a Pilvax akkor a legjobb ló volt, és halál ideges voltam, hogy mennyit... Az egy ló volt? A lónak a hátán mondták el a nemzeti dal, csak te nem tudod. Igen, igen, bocsánat. És halál ideges voltam, hogy mennyit futott, és kiesett a túlfa kezemből, mert 1.19.9-et futott, sok-sok évtized után először futott magyarul 1.20-on belül, az olyan volt, mint 10 másodpercen belül a számára. Mi is beszarunk. És halál boldogan ügettem vissza a Markó utcához, a kocsimhoz. Egy probléma volt, hogy annyira fölfolyosodott, hogy betettem a sluszkulcsot, és 10 perc nem volt autó. Teljesen leégett a kocsi. De nyert a ló? De ez már hanyadszor volt feled? Ez az első leégésem volt. És már a színpadon kívül. Tehát volt egy halál nagy boldogság, és utána egy nagyon kellemetlen eset. És kérlek szépen, akkor a biztosítás az nem kocsira szólt, hanem névre. És én nem voltam bebiztosítva. Itt lesz a kocsim. A kocsim az három évi fizetésem volt. És tudtam, hogy a kocsi tulajdonosa az a Központi Népi Ellenőrzési Bizottságnál dolgozik, az kérlek szépen a Nagy Imre szobornál volt, és én oda rohantam. Ledöntöttem. Akkor javította meg a... Nem? Akkor javította meg a Rózsavölgyi... A Pilvax meg ők kette aznap. Akkor javította meg a Rózsavölgyinek a országos csúcsát. Berohantam, épp értekezletet tartott, oda rohantam az értekezletet, és azt mondtam az értekezlet tagjának, hogy a Sebessény elvtársnak most egy másik nagyon fontos értekezletet kell tartania, és akkor annyit mondtam neki, hogy fusson mellettem. És amíg futott... Nem, amíg futott mellettem, mondtam, hogy én elmenekültem a helyszínhez, és mondja azt, hogy ő vezette a kocsit, csak megszédült és megijedt, elment, és most visszajött a te színhelyére. És miért kellett ezt mondani? Mert ő volt biztosítva. Azért, mert 1500 forint volt a fizetésem, és 40.000 forint volt a kocsi, és ő volt biztosítva. Jó, csak ellenőrző kérdés volt. Igen? És visszajött, és így három évig nem... ingyen dolgoztam, hanem azt a kemény 1500 forintot megtarthattam, mert visszaért. Na és így jött létre a szabadsághoz. Végül is ez volt. Várjál! Ez volt 1969-ben. Igen? Na és most... És most egy hete... De a Katari Sejk lesz benne, mert különben átkapcsolok. Lesz, azt mondom, nem indulni. Tamás, rosszul jó? Nem haragszó, hogy ezt én már nem várom meg, de... Várjál, a múlt héten
felhívtak telefonon, hogy a szomszéd házban meghalt egy néni. De téged hívtak? Engem. Újra éveztem. Éveztem. Ja? Ja, igen. A szomszéd... Szomszéd házban meghalt egy néni. Igen. 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 A pilvacs nagymamája. Hát ez most... Igen. És maradt egy kép, két kép utána, igen. És igen. Nekem adnák ajándékba. Igen. És átmentem, kérlek szépen. Te vagy, ahogy futsz az autóhoz. Nem, kérlek szépen. Ez a pilvacs, amin megnyeri a bécsi versenyt. Menjél már! Ez aznak... Mi nem lehet amikor... ilyen szerencséd? Komolyan? Miről beszél, Jani? Te szóljál már, hogy... Na, de várjatok! Na. Ez semmi ahhoz képest... Egyáltalán... Ő hogy látja ezeket az összefüggéseket? Gyerekek! Semmi nincs! De miért? Ha már szabad... Ha neki szabad... A Pilvax dedikálta neki, úgy vigyázzatok! Ez a Pilvaxnak az idomája és a hajtója, a néninek a férje volt, Pap Albert. Meghalt sok-sok évtizede ezért, most meghalt a néni, és hozzám került a Pilvax, aki miatt én országos rekordot ügettem. Van Sebestény nyelvtársa, aki a moszkvicsó. Megnyert a moszkvicsó. Ez döbbenetes, Teddy, de az, hogy magyarázod meg, hogyha így csinálok az egyik kezemmel, és a másikkal így, akkor ugyanannyi ujjam van mindkét kezemmel. Ezt vettem észre. De ha elfordítom, és így becsavarom, akkor így mozog. Nem, mennyi tudom, hogy mennyi esélye van, de Teddy, annak mennyi esélye van, hogy 13. éve minden héten van egy ilyen történet. Annak mennyi esélye van.